A Nyíregyháza Spartakusz egy csütörtökön lejátszott hosszabbításos kupameccs fáradalmaival érkezett ahhoz a Nyírbátorhoz, amellyel a bajnokság előtt 3-3-as döntetlent játszott felkészülési mérkőzésen. A meccs kérdése többek között az volt, hogy a Spari megőrzi a hibátlan mérlegét, vagy pedig a Nyírbátor szerzi meg első pontját vagy pontjait. A nyíregyházakat elkísérte a szurkolótábor, így Mátyus János együttese szinte hazai környezetben érezhette magát. Az első gólra mindössze 7 percet kellett várniuk a drukkereknek, Abdurrahman szerzett vezetést a vendégeknek, amit Rezes a 32. percben megduplázott. Szünet után Kosztis szerezte a mérkőzés harmadik, mint később kiderült utolsó gólját. 3 forduló után így a Spari a Cigánthoz és a Kazincbalcikához hasonlóan 100%-os, míg a Nyírbátor a Diósgyőr 2 társaságában pont nélkül áll a tabella végén. A Nyíregyháza Spartakusz szombaton a Jászberényt fogadja, a Nyírbátor vasárnap hazai környezetben az Újpest 2 ellen lép pályára.